Tovább gyűrűzik a Dom Corona Gate. Hadházi elméje meghasadt. Euróbarométer jelentősen csökkent az EU támogatottsága Nagyferó körében. Fontos leckét kaphatunk kormányváltásból. Folytassuk egy kicsit ezt a milyen gét. Dom Corona. RTL Klub. Mindenki ismeri a sztorit, mindenki szereti a sztorit. Aki a pénteki részt látta, ott kecsapolhatja magát, vagy megnézi az átlátszó videóját, ami 3,5 perc, és tanulságos. Filemon Mihály a falu polgármestere azt mondta híradónknak, mire odaítélték neki a támogatást, az erdővágás érett lett. 22-be kaptunk támogatói okiratot. Közben ez az erdő addig nőtt. És van egy olyan, hogy üzemszerv az erdőgazdálkodóknál, és ez nincs, a nyárfa ültetvény. Tényleg, most itt Csokinál emberére akadt egy erdőmérnök, én nem lehet csak úgy bullshitelni. Hát jó, vannak nálam kompetensebbek ebben, mert a gazdálkodásban annyira nem voltam benne, de a szabályozásból valamit azért láttam nyilván. Az alapfeltevés, még mielőtt elkezdjük ezt kitárgyalni, hogy de mi szükség volt egyáltalán egy lombkorona sétányra? Milyen fák voltak ott? Ez egy nemes nyáros volt. Mert láttam most lombkorona sétányokat, ahol tényleg ilyen mamutfenyőket lehet megnézni, meg ilyenek, az valahol érthető, de ez annyira nem. A környéken azért olyanok nincsenek, de én ezen gondolkodtam pénteken még, és meg beszéltem egy-két kollégával, és én arra jutottam, hogy nézd, Nyírmártonfalvától tényleg 200-300 kilométert kéne utazni, hogy egy normális erdőt találjál, ahol mondjuk érdemes tényleg a lombkorona szintben sétálgatni. Most ott a nyírségben ne legyenek ilyenek, hogyha viszont meg lehet csinálni egy lombkorona tanúsvényt, ahol tényleg valamit ott tanulhatnak is a gyerekek, meg van ilyen sütögetőhely, meg ilyen kis közösségi tér. Igazából nem ördögtől való dolog ez, és elkezdett a... Miért fontos, hogy legyen lombkorona sétány is? Nem elég egy sütögetőhely? Értem, most olyan, mintha azt mondanád, hogy innen nagyon messze van egy tengerpart, de azért csinálunk egy strandot. És akkor, hát van egy strand, csak tengerpart nincs hozzá, szóval élvezétek a strandot, gyerekek, még mindig jobb, mintha nem lenne. Nem biztos. Lehet, hogy inkább a meglévő természeti erőforráshoz kéne alakítani valami sokkal olyat, ami odaillik, nem? Hát nem tudom, most, hogyha megnézed a Lupatavat, vagy a Tivadari, nem tudom, hogy mi van, a Sajó, Hernál. Igen, az egy tónál egy strand. De most egy lombkorona sétány egy olyan fához, ahol nincs mit nézni a lombkoronán, az olyan, mint egy strandot csinálnál víz nélkül. De ott is van mit nézni a lombkoronán igazából, csak... Aminek amúgy is leér a lombkoronája a földig kb. Nem. Egy magasabb ember kb. Ugyanannyit lát, mint ezen a lombkorona sétányon. Nem egy túl magas építmény ez azért. Hát ja, jó, oké, ez tény. Hát igazából ez az arra lenne igazán jó, hogy megmetszék róla a fákat, amiket elérnek onnan. De végül is erre volt kiírva a pályázat, meg lehet ezt magyarázni, és nem volt teljes ostobaság, de igen, ennél jobban is el lehetett volna költeni ezt a 60 millió forintot, és nem is tudom, tehát volt ilyen kezdeményezés, ha jól emlékszem, hogy minden állami erdőgazdaság építsen a lombkorona tanúsvényeket, és akkor pont például a Nyírségben, meg Csongrád, Csanád, vármegyénkben, ilyen helyeken nem annyira látták ezeknek értelmét. És ez a nyárfa ültetvény, ez vágásérett lett közben. Ez azt jelenti, hogy egy erdővágásérett, azt le kell termelni, nem. És fel kell újítani. Ez azt jelenti, hogy de lehet, nem azt, hogy de kell. Igen, és például az egész jó indoklás, hogy odaépítettünk egy lombkorona sétányt, és akkor ne váljuk már le. Ráadásul amúgy ez a 174-es vagy hányos erdőtag, ennek minden erdőrészete, ezek parkerdő rendeltetésűek, valószínűleg pont ezért, mert ugye át kellett minősíteni a... Tehát nem tisztán faanyag termelő erdő, hanem van neki valami közjóléti rendeltetése is, és ezzel nem járnak olyan kötelezettségek, hogy ezt nem lehet levágni, úgy tűnik. De attól még, tehát a támogatási szerződésben ennek benne kellett volna lennie, hogy fenntart ott fa állományt a lombkorona sétány mellett. Mert hogyha amúgy még, hogyha meg is hagyta volna itt, nem tudom, 4 sorba a fákat, már az is sokkal jobban nézne ki. 2-3 év alatt megnőnek, de a pályázati kiírásban nem volt benne, hogy milyen magas legyen az erdő. Bár a közbeszerzési értesítőben az áll a projekt már elkészült, a polgármester azt mondja, vannak még hiányosságok, amit meg fognak csinálni, de a pályázati pénzből még egy forintot sem kapott. A pályázat feltételeit viszont szerinte teljesítették. Az Agrárminisztérium kérdésünkre azt
írta, megvizsgálják a pályázati célok teljesülését a beruházás kapcsán. Na, sok korpás bajszó egymás körbe szagolgatja majd. Hát, hogyha a miénk vizsgálják, akkor ők rendesen fognak ezzel foglalkozni, legalábbis nekem ez a tapasztalatom bentről, mármint az erdészek. Vannak hiányosságokat, tehát ezt észrevette szerintem mindenki, igen. Amúgy az tény, hogy az erdő, ami ott van, ahogy láthattátok is, hogy nincs ott, az most is egy erdő. Az a terület attól még erdő, hogy nincs rajta fa. Úgyhogy jogilag nincs itt semmi probléma. Azt is mondta, hogy néhány év alatt megnő, ez egy szemen szedett hazugság. Tehát, hogyha nem 3 méteres parkfákat ültet be oda, akkor abból nem lesz pár éven belül normális fa, és nem olyanokat fog ültetni. Mire megnő, addigra elrohad az egész lombkorona sétány amúgy. Hát az a szutyok az valószínűleg igen össze fog borulni, amit oda összehordatott. Úgyhogy vannak itt ilyen problémák. Vannak olyanok, amik arra épít, hogy hát ha laikusok hallgatják és elhiszik neki? Igen. A pályázatot beadtuk 2017 év végén, 18 elején, és sajnos a pályázat elbírálása az több mint 4 évbe került. Addig az erdő növekedett. Aztán úgy gondolom, elkezdte. Hogy összeültek az emberek, miután kiderült ez a balhé, és így nagyon átgondoltak, hogy na most mi a mit kell majd mondanunk. De hogy a faszba jutott egyáltalán eszébe, hogy nézd, erre kaptál 60 millió forintot, megcsináltad, fú, most ezt le fogjuk innen vágni ezt az erdőt, jó, ezt ledőrentjük, meg kell ez a 2 millió forint haszon, amit ebből ki tudok szedni. De az, amúgy azt nem gondolt, hogy ez kurva hülyén fog kinézni? Ja, de szarják, keletre úgyse jön esély. Ja, amúgy se hirdettük, mert írt a lakos, aki mi ez a hely. Nyírmártonfalva. Nyírmárton, hogy ott lakik, és nem is tudott erről, hogy létezik. Szóval gondolom, mennyire volt hirdetve, mondjuk én se hirdetném ezt, de az a baj, hogy az egész tényleg csak arra lett, hogy lenyúlják a pénzt, és utána lehet ezt magyarázni, de ilyenkor már az egész ilyen egyre jobban belebonyolódik az ember, miközben igen, egyfelől az ATV mivel vette fel, hogy 20 éves telefonnal lesz, na mindegy, de hogy belebonyolódnak az emberek, hogy egyszerűen kész, hát igen, el akartuk lopni a pénzt, így sikerült, nem kell ezt még tovább magyarázni, mert tényleg ebből már csak ezek jönnek ki. Nem érted, hogy nem lopott. Ja, jó. Valamiből finanszírozni kellett ezt a beruházást, ezért mivel, hogy ez az erdővágás érett volt, ezért az erdőt letermeltük, és beforgattuk a pénzt ebbe a beruházásba. Na itt álljunk meg egy szóra, Filamon Mihály nem egy gazdag ember, szegény, ezért építette 80 millió forintból ezt a lombkorona tanösvényt, aminek az EU-s finanszírozása ebben 60 millió forint volt. Tehát ő neki és a kivitelezéssel valószínűleg kb. 10 millió maximum. Hát amúgy ez, ha nem is, de 20 millió forintból itt mindent, amit láttuk, ki lehet hozni. Ebben a minőségben egészen biztosan. És hát tényleg valamiből meg kellett finanszírozni ezt a 20 millió forintot előre, hogy aztán elrakhasson 60-at csak úgy puszira. És hát tényleg szegény, honnan máshonnan vehette volna ezt a pénzt, hiszen alig kapott 700 millió forint EU-s támogatást az elmúlt 5 évben. Szegény. És ezért le kellett vágni ezt a sok fát, ami nagyon sokat ért biztos. Igen. Kapott 500 milliót, nem tudom, egy 100 hektár erdeje van ennek az embernek, vagy legalábbis annyit kezel. Többet, mint 100 hektár. Mindenképp ezt a 4 hektárt kellett itt ledőrrentenie, ebből kellett finanszírozni. Másból egész egyszer nem lehetett. A 100 millió forint, amiből azt a szétvágó hidat csinálta meg, ugye 20 méterre innen, ami ugyancsak elméletileg működnie kell, vagy a Néna vendégház kiadásából, semmiből nem lehetett ezt megfinanszírozni, kizárólag abból lehetett megfinanszírozni, hogy ott mellette azt az erdőt, amiben építette, azt az előrenti. A polgármester viszont most azt ígérte, hamarosan gyors növésű nyárfa csemetéket ültetnek majd, így 2-3 év múlva már lesz lombkorona a fasz körül. Az erdész szerint időzavarban van a település vezetője, hiszen vannak gyors növésű nyárfa csemeték, de ezek kifejlődése is évtizedekben mérhető. Ezek a leggyorsabban növő fafajok Magyarországon jelenleg, mondjuk a császárfát leszámítva, általában 15-20 év múlva lesz ebből méretes faanyag. Nézd meg! Jó. És itt minden, amit látsz, EU-s pénzből épül. Az út, a kilátó. Amúgy ez nem lehet magyarázni, ez minden, hogy felháborító. Szóval ilyen beruházást csinálok, ennyire vakon vagyok, hogy hát dörrencsük le 2-3 múlva úgyis kinő egy újabb lombkorona erdő. Szóval akkor vagy hülyének nézni az embert, vagy ennyire hülye, de egyikre se adnék állami támogatást. Ennek a vállalkozónak adott majdnem 500 millió forintot az Európai Unió, hogy telepítsen erdőket, aki ennyit ért hozzá, hogy hát ez pár év. Megtalálhatjátok amúgy a közbeszerzéseket ezen a közbeszerzés.hu-n, nem tudom, elég fura a keresője, de hogyha kicsit bingiztek vele, kideríthetitek, hogy ki miket kapott. Meg lehet nézni amúgy a pályázatokat, amiket megnyertek ezek az emberek, és az ennyit ott, hogy pályázat leírásod, nincs ott semmi.
hogy valósult meg, milyen dokumentumok, semmi nincs hozzá feltöltve. Úgyhogy ennyire átlátható az országunk. Például ezt meg lehet itt találni, ez tudjuk, hogy VP-s pénzből van. Filemon Mihály kidobja, itt van 7 projektje, amiben mindenféle pénzeket kapott, és itt van a Romkóna Ösvény. Ez a hivatalos neve annak, amit csinált, projekt összefoglalása. Hát még nem tartozik hozzá adat, pedig hát ugye elvileg itt már vége is van. Jó, szerződés adatai, annyi, hogy van pénz. Projekt végrehajtás adatai, hát semmi adat nincs. Lehet, hogy ő elküldte, csak nem töltötték fel. Lehet. De az is lehet, hogy még nem ért véget ez a pályázat, vagy valami. Mert még kell 20 év, hogy kinőjenek a fák is hozzá. Igen, de hogyha megnézzük a 17-es pályázatait, ott sincs semmi. Jó, de hol lehet érdeklődni, ha mégis szeretnénk? Én találtam egy telefonszámot, amit, vagy hát kaptunk egy telefonszámot. De hát ez nyilvánosan elérhető. Ez fönn van a Google, igen, rágooglisztok. Láthatjátok, hogy a Nyírmátonfalván ott a helyi polgármester Filemon Mihály nyerte meg ezt a pályázatot, ő csinálta meg ezt a lomkoronatomösvényt, vagy ösvényt, és hogyha szeretnétek esetleg meglátogatni, akkor ezen a telefonszámon ezt majd kiírod, vagy... Hát a majd a sűn. Majd a sűn ki, ja igen. Ezen a telefonszámon el lehet érni, és lehet érdeklődni ennek az ösvénynek az üzemeltetőjétől, ugyanis 5 évig az EU-s pályázatban vállalta, hogy mindenki számára nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. Az ösvény? Igen. És utána le is zárhatja? Utána, hát nem. Le is fogja? Nem. Az erdőbe, még a magánerdőbe is be kell tudnod menni. Van lehetőséged lezárni, de a legtöbb magánerdőbe is ugyanúgy be tudsz menni, mint az állami erdőkbe. Úgyhogy, ja, hogyha esetleg akartak menni Nyírmártonfalvára, megnézni menni. Ezt ott a... Ott egy részt csinálhatnánk. Egyik, jól van, ez így, ott vehetnénk fel. Mikor kéne elindulnunk, hogy reggel ott forgassunk, te jó ég. Ma este le kéne mennünk. És akkor ott a szálon megszállhatnánk, nem? Ja, igen, az én a szálon. Ami gondolom nem kiadó most, még 5 évig. Hát nem tudjuk, mert se a Bookingon nincs fönn, se a szállás.hu nincs fönn a kedves kis vendégház, amit ugyancsak ez a vállalkozó, a polgármester úr nyert el, arra is egy 48 millió forintot nyert az Európai Uniótól, hogy egy 6 fős szállást megcsinálhasson, ahol ugyancsak volt a 6 házi Ákos, és hát egy ilyen tábla így az ablakban ott volt, ezt így. Hát ez ugye mennyi EU-s támogatást fizettek ki rá. Jó, de 5 év múlva az övé lehet, nem? Addig meg, múlva... Sajnos nem foglalt senki, mert nem volt megkérdetve, de... Hát erről meg ott, amikor a 6 házi forgatott, akkor ott azt mondták, hogy folyamatosan telt házuk van. Ami valószínűleg könnyű... Be van telve a rokonokkal. Igen. Aki egyfajtában ott hempereknek, de ugyebár nem kizárólag Nyírmártonfalván történt ilyen eset, nem csak ott épült Lomkorona ösvény, hanem Nyíradonyban is, ott pedig Tasó László, ő pedig egy Facebook bejegyzésben válaszolt, mert őt is megemlítették a 6 háziék, és hát eleinte amúgy teljesen normális dolgokat itt leír, ők felépítették azt a kilátót, ami amúgy sokkal jobban rendben van tartva, mint a Filemon Mihályé, felépítették ezt a Lomkorona ösvényt, ami legalább egy elalakban megy, egy erdőben, valamennyivel komplexebb, mint amit az előbb láthattunk, és még mindig nem kapták meg a pénzt, úgyhogy nekik ez még teljesen veszteséges, ami amúgy lássuk be, basszus, ez egy befektetés volt, el kell költeni valahogy azt a 20 milliót a 80 millióra árazott projektre, hogy megkapd a 60 milliót. Ez egy szar befektetés, amit nem kapták meg. Tiszta haszon. Ja, szóval az lesz, hogy amikor megkapjuk az EU-s támogatásokat, ezeket fogjuk kifizetni még, ne? Igen. Jaj, nem, jó. ezek már indultak, már csak az EU-tól várják utalás, szinten. Ja. Hát figyelj, valahogy kinéz azért, jó, most nincsenek. Mint a karácsony Budapestjén. Igen. Nincsen a fának lombja. Fura. De amúgy tényleg ezek a fákra, tényleg lomkorona sétány kell ezekre. A szüleim kertjében magasabb fák vannak tényleg. Meg érdekesebb lomkorona. Értem, hogy ez zöldben máshogy néz ki, mikor kizöldel, de ezekért tényleg kell lomkorona sétány? Tényleg? Ezért? De ezek majd megnőnek, Ádám. De mekkorára, hogyha megnőnek, akkor meg már a lomkorona a sétány alatt lesz a sétány. Mármint, hogy akkor a lomkorona már föntebb lesz, mint a sétány. Ezt hogy lehet magyarázni, hogy Istenem, ez mekkora jó hely? De nézd, mondom, nem feltétlenül a lomkorona a sétány az, ami ebben a legfontosabb. Bár amúgy valószínűleg vállalták is ezt, hogy hozzáférhető lesz és rendben tartják, úgyhogy nagyon szép, hogy ezt leírta. Viszont ugye a kilátót is azt mondta, hogy 5 évig kellett volna fenntartaniuk, és még mindig fenntartják, képzeld, még tovább, igen, is fenn akarják tartani.
tartani. Gondoltad volna, hogy megépít egy kidátót EU-s támogatásból? Nézzük, milyen külföldön. Nem bontja el. Mondjuk ezt a kivitelezésben is egy kicsit el. Na, ehhez hasonló nálunk is simán lehetne, és amúgy azt hiszem van is. Szóval itt úgy látom, hogy itt van, amiért ezt indokolt, de közben meg ez... Hát jó, hát ez is valami, csak itt nem, ezek még csak nem, ez fának sem mondanám ezeket igazából, ezek ilyen valami a faj és a bokor között, mondjál valamit. Te biztos tudod ezeket, csokker, mondjál. A cserjére gondolsz? Azaz. Nem, a bokor a cserje. Akkor de... ez amúgy a bokor... Nem, mert ez egy fiatalos. Tehát, hogyha van a bokor és van a sőt, fa, akkor ez közelebb már... van a bokorhoz, nem? Nem, hát ezek fák, ezek ilyen, nem tudom, ilyen vastag törzsű fák. A Blahán vastagabb törzsű fák vannak. Szóval nyilvánvalóan nem az volt, hogy hú, van egy nagyon jó erdőm, és erre nekem most föl kell vennem a támogatást, hogy megmutathassam az embereknek. Nem ebből indultak ki, hanem abból, hogy itt egy támogatás, és ezt nekem valahogy föl kell venni, és majd ehhez igazítom a természetet, de az nem olyan, hogy csak úgy megnő hirtelen. Hát igen, de hogyha megnézzük, azért Magyarországon is vannak szép dombkoronasétány. Hát ez jó, ennek örülök. Ennek van értelme, de hát pont ez, ha ezzel összehasonlítod azokat, akkor lesz kínos, amit ott művel. Jó, csak az igazság, hogy a nyírségben is vannak 20-30 méter magas erdők. De nem ott, és nem... ahol a lombkoronasétány épült. Hát igen, csak ami szép erdő, meg ami valahogy kinéz, azok jellemzően nem magánkézben vannak, ezt a támogatási formát pedig teljesen magán, tehát csak magán pályázóknak írták ki. Az állami erdőgazdaságok nem indulhattak rajta, úgyhogy a legtöbb szép hely az ki volt ebből húzva. Na, de amire a Facebook bejegyzés kifut igazából, az lett volna itt a lényeg. Ákos nevű viselkedéséből bomlott elméjű ember benyomását keltő országgyűlési képviselő ellen a személyemet ért rágalmazó és lejárató akciója, valamint a kampányszerűen és mesterségesen gerjesztett álprofilokon, a Soros Birodalom megyei és országos civil hálózatai által üzemeltetett portálokon generált támadás miatt büntető feljelentést tehetnék. Hajrá, azonban, basszus, hajrá, tegyél! De nem, mert a bírói gyakorlat általam is tapasztalt kimenetele azonban az, hogy közszereplőként mindezt tűrni kell. Hihetetlen. Ah, egy hős forzalmas. Vagy. Főleg, hogyha nem csak közszereplő vagy, hanem a adonkból építeted a fasságaidat, akkor meg különösen tűrjed már. Ezt a jelentős ügyvédi költséget inkább virágokra költi ott a kiránduló helyen. De jó, én fákra is költhetnéd, akkor lenne mit megnézni. Ez a másik arcnál vagy fákra. Vegyél egy csomó izét, leveleket, és így kapocsal rakd fel őket, és akkor lesz mit nézni. Ja, és kezdeményezi a büntető törvénykönyv módosítását is, hogy végre egy rendőrállamban élhessünk. Köszönjük szépen. És a hatházi elmerodjan, nem az, aki ilyenek hülyeségeket beszél, hogy egyértelműen loptam a pénzt, ezt valaki szóvá tette, szigorítani kéne a törvényeket, hogy ne tehessék ezt úgy, csak úgy szóvá. Igen, bár nem nála volt a másiknál volt a lopás. Az egyértelmű pofátlan elbaszása az EU-s pénzeknek, az a másiknál volt. Itt csak sejthető elbaszása volt. Szóval, a mentelmi joga mögé húzódó országgyűlési képviselő álljon bíróság elé, és legyen vége annak. Igen, hát például olyanok, mint Orbán Viktor, ugye így most van. Nem tudom, hát álljanak bíróság elé, hogy nagy nyilvánosság előtt bárkit büntetlenül szervezett akció keretében rágalmazhassanak és lejárathassanak. Orbánt akarják börtönbe zárni, mert egy Gyurcsányt állandóan szidja. Igen. Na, hoppá! Ne. Tényleg? Hát ezt nem tudom, hogy fogja megmagyarázni a pártközpontban. Ez nem lesz így jó, szerintem. A háború árnyékában a hazánkat nyomasztó feszültséget, az amerikai érdekeket, az uniós polgárok rovására is teljesítő brüsszeli gépezet káros intézkedéseinek hatásait kezelnünk kell! Le kell szorítani az inflációt, meg kell erősíteni a gazdaságot. Például ilyen beruházásokkal. Yeah. Ott van? Nem. Jó. De szóval, hogy jutunk ide? A fizetett politikai haszonlesőknek a kérész életű károröm. A néhány napos rájuk irányuló figyelem a fontos. Nekünk Magyarország az első. Írja. Egy ember, akiről életemben nem hallottam, de Hatházi azt szerintem már azért párszor ráfordult a figyelem. De hát ő általában nem magára fordítja, hanem az ügyekre, amit előhoz. Amúgy pont gondolkoztam Hatházin, hogy hogy lehetne ezt segíteni. Én azt mondom, hogy ha valamelyik adónkból támogatjuk az összes politikust, és nem pont úgy osztják el az adót, hogy én osztanám el, hogy lehetne a Hatházin segíteni? Mert ezt én adom, hogy ha ennyire bögyükben van a Hatházi, az akkor biztos, hogy jó munkát végez. Azon kívül, hogy mérhetetlen szomorú dolgokat tár elénk, azért mégiscsak tanulságos, és valószínűleg ez később majd a történelem, amikor visszanézünk erre a korszakra, fontos dokumentumok lesznek. Na, szóval arra gondoltam, hogy össze lehetne fogni nekünk, meg mindenféle olyan nagy nyilvánossággal rendelkező youtubernek, meg embernek, hogy Hatházinak egy
Kickstarter kampányban kurva sok pénzt összeszedjünk, hogy tudjon egy stábot csinálni, és még alkalmazni teljes állásba egy csomó embert, akik még segítenek kideríteni az ügyeket, segítenek videós tartalmakat csinálni, és gyakorlatilag neki is jó lenne, nekünk is jó lenne, és biztos, hogy nagyon felbaszná egy csomó embert. Egy üzenet is, hogy nézd, nekünk nem az a baj, hogy adózunk, még hajlandók vagyunk a maradék pénzünkből is támogatni egy embert, hogyha úgy látjuk, hogy érdemes. Hát figyelj, át kéne ezt gondolni. Szerintem... Csak csatlakozna hozzánk még pár ember. Ha már van egy óriás nagy elérésünk, akkor ne csak a Coca-Cola-nak adjuk el, amit még nem sikerült, de hát azért már nem volt rá igényük. Na mindegy. Viszont az első, amit lehet tenni, az az, hogy a társadalmi nyomást rajta kell hagyni a pártokon, hogy a hatházit legközelebb is be kell juttatni a parlamentbe, akármilyen nyomorult összefogás, nem összefogás fog történni, mert azzal, hogy ő országgyűlési képviselő, egy csomó plusz jogosultsága van, és van egy stábja is amúgy. Szóval ez... Na jó, de ezt kéne bővíteni 20-ra. Hát jó, oké, az még jobb lenne. Úgy érzem, hogy ott van több száz ember, és a hatháziból még ki lehetne indulni, hogy kinőjön valami, a többit meg kuka, mint kuka. Majd írjátok meg kommentekben, hogy támogatnátok egy ilyen Kickstarter kampányt. Hogy mondjam, politikamentes, mert buktassal a Fideszest, az MSZP-st, a DK-st, mindenkit. Egyszerűen ez egy korrupció ellenes kampány lenne. Nem akarom elbaszni a végén a részét, de még egy poén lemaradt ebből a Nyírmártonfalvás sztoriból. Ugyanis itt van Nyírmártonfalvának a címere, ami tökéletesen passzol a látképhez. Na nézzük Mászter Csapát itt. Tényleg nagyon gyártják itt a tartalmat. Például erre, ha akartok, ha nem, fizettek adót, hogy az Apáti reagáljon, akkor akár a hatházinak is adhatnánk egy kis pénzt, nem? Na nézzük, mit ragadott ki. Azt hiszed, csak lipsi férfiakból árad a gyűlölet? Nézd csak meg a lipsinőt. Magyarország Európa rákja és a világ végbele. Ők mindent gyűlölnek, ami magyar. Én is úgy érzem, hogy egy kicsit kiragadom. Ennél már csak egy ember gyűlölködőbb. Apáti. Magyarország, a világ végbele. Igen, ez egy mucsai, lábszagú ország, amelyet ott kell hagyni. Nagyon csalódtunk benne. Nagyon-nagyon. Nagyon csalódtunk benne. Igazi nagy nyomor ez a videó. Sajnos, igen, Edina ezt csak iróniában mondta, pedig nincs benne igazság. De az Apáti Bence meg komolyan mondta, amit most múltkor úgy is emlékszem, amikor 5 másodpercben össze kellett foglalnom Magyarországot. És mit mondtál? Eljátszom. Agyjában, bazd meg, valamiben meg kell halni. Jó, szóval ezt is ki lehet vágni, de ránk nem fognak reagálni. Most arról van szó, hogy itt mindenki, aki influencer, az, vagy most mindenki, hát, aki... Hát összegyűjtöttek mindenféle balos dolgokat, amiket, vagy balos embereket, akik mondanak dolgokat, hogy vidéken mindenki hülye, meg a magyar az alávaló népség. És minket nem vágtak be, az amúgy kicsit sértő. Mert azért adtunk rá muníciót szerintem. Az is vagyok. Jó, annak is érzem magam, és örülök is neki, hogy nincs megkötve a két kezem. Mert itthon... Sajnos. Milyen fejeket vág Apáti? Semmi nem hangzott el, amire ilyen fejeket kéne vágni. Azt a adat, hogy csavargatják a lábújjait. Nem úgy veszik fel Apáti videókat, hogy így Apáti egy órán keresztül vágja a fejeket. És akkor így oda alá vágják a videókat. Nem, már előre tudja, hogy mit kell reagálnia. Úgy kellett kívánni. Bálni a sorba bólogatos kutyának ahhoz, hogy az ember valamit elérjen, vagy kapcsolatrendszer kell. Apáti, ezen te ne lepődjél már meg a kormány seggéből kilógva, bazd meg, hogy van egy saját műsorod, aminek amúgy piaci alapon semmi jogosultsága nem lenne, bazd meg. Magyarországot utálják, ez a legfontosabb. Magyarországot utálják! Nem az, hogy szar az urambátyám rendszer, hogy a kaszt rendszer kialakítása felé megyünk, és ez rossz. Nem. Ezt az országot, a benne élő népeket, a hegyeket, a folyókat. Gyűlölöm a Dunát. Hülye vagy te, és menzel. Baranyát is. Öreg Nagy Feró, legalább egy kis önkritika van benne, ami nem önkritika, mert szerintem erre konkrétan büszke. De hogyha bárkinek kérdése lett volna... Hát, hat... Mi a fasz? Nagy Feró egy szúnyog? Nem, egy csótány. 6-7 éve jöttem rá erre a dologra, hogy nem, ki kell állni, meg kell mondani, igen, Rogyém is, én Fidesz csicska vagyok, az, és segítenünk kell ennek a kormánynak,
mert szerintem zseniális emberek vannak ebben a kormányban, még államtitkár szinten is. Amúgy tényleg a Nagy Feró, hát szegény, most erre mit lehet mondani? Nagy meglepődés volt. Ez a nagy lázadó már gyakorlatilag büszke arra, hogy a kormány seggéből lóg ki. Meg is lett az eredménye, szóval minden bizottságban benne van, meg Kossuth díjat is kapott, szóval valamit valamiért. Biztos nagyon élvezi, hogy most újra előtérbe lehet amúgy. Igen, csak én azon gondolkodom, hogy hol volt az elmúlt 20-30 évben. Hol kolbászol? Hát nem tudom, nem jó helyen, de most megtalálta a helyét, nem? Most örül magának. Az az igazság, hogy nem csak megtalálta a helyét, hanem visszatalálta a helyére. Fiatalabb nézőink talán már nem emlékeznek erre, amit mi se láttunk. Hölgyeim és uraim, következik a Fidesz. Nézd csak ki van ott. Fideszesek és minden Fideszek kívülének, sziasztok! Legább konzisztens. Bár konzisztens lenne, még, hogyha a Fidesz nem az ellentétét képviselné manapság, de a Fidesz felé konzisztens. Az, hogy mit képvisel a Fidesz, az már nem érdekes. Igen, ez 90-ben a liberális Fidesz, nem tudom mi ez, milyen pártrendezvény. Tudtam már akkor is, hogy hova kell nyalni. De lehet, hogy akkor még amúgy őszinte volt, mint ahogy lehet, hogy akkor még őszinte volt a Fodor Gábor és az Orbán Viktor is. Mindegy, még ez a bulinak nincs vége, lehet csatlakozni, ahogy nézem. Nem, a Trombitás Kristóf meg is hirdette. Újabb toborzást tart a Megafon. És ez a hirdetőkép, amit én nem tudok hova tenni, még miatt beraknám. Beszéljük meg csak, hogy te ezt hogy értem? Egyáltalán be lehet-e rakni? Én nekem van egy teóriám, hogy itt valami rágalomra próbálnak reagálni. Nem értem. Mert hogyha nem az... Akkor mi a fasz? Amúgy én is kerestem a száját. Ez a próbálok vicces és fiatalos, önironikus lenni? Éld át velünk a Megafonos életérzést, jelentkezz képzéseinkre. Jó, Deák Danitól azért nem annyira idegen ez a szerkó. Én nem értem. De hogyha jelentkezni akarnék, akkor ez, ha más nem, ez tuti meggyőzni amúgy. Hát itt az lehetsz, aki vagy. Orbán se érti, mert múltkor rakott ki egy képet, amiben összefoglalta a hitvallását. Azt nem tudom, miért nem tárgyaltuk ki, annyira vicces volt. No migration, no gender, no war. Azt ezt összefoglalta. Ennyire egyszerűbb. Lesül a arcomról a bőr, amikor így ennyire primitív a miniszterelnökünk. Ez sikerül neki, mint egy óvodásba, az meg a felnőttek között. Mi az, hogy no gender? El akarja törölni a gendert? Ne legyenek férfiak és nők. Igen. Ez amúgy nagyon liberális. Nekem ez már egy kicsit szélsőséges a miniszterelnök úr. Hát egy kicsit. Nekem az, is. Hogy ne legyen háború, abban egyetértek. Az, hogy azt mondja a miniszterelnök úr, hogy mindenki dögöljön meg ott, ahol megszületett. No migration. Aztán a no migration-t azért mondja, mert állandóan mennek ki a magyarok külföldre, és ezt szeretném megakadályozni. De a Viktor is eljött felcsútról. De ha no migration, akkor gondolom a akugyárakba se hozunk be munkásokat külföldről, ugye jól értem. Vagy no migration, kivéve ha pakisztáni vendégmunkásokról van szó, ukrán bérszavazókról, akkor minden rendben. Ja, meg arról a 150 ezer emberről, akit végigmasíroztattunk az országon, meg a keleti pályaudvarnál parkoltattunk egy hétig. Látom lelki szemeim előtt, Ádám, hogy ezt a három dolgot Petőfi oda rittyenti még a 12 pont elé. No gender. Érdekes dolgok következnek a következő hónapokban, mert választások lesznek Törökországban, és eléggé esélyes az összeállt ellenzék. De nem úgy, mint itthon, hanem tényleg... Ott nincs Gyurcsány. Mondjuk az lehet, hogy segít, hanem ott konkrétan ilyen több mint 10%-kal vezet. És azok a mérések, amik eddig is tök jól megsatszolták az eredményeket, és most Erdogan egy kicsit szarban van. Sok szinten érdekes lesz ennek a kimenetele, mert nagyon sok dologban amúgy rímel Magyarország és Törökország abban, hogy elment ilyen illiberális demokráciába, de vannak különbségek. Például az egyik az, hogy Törökország amúgy még durvább, szóval tényleg börtönbe kerültek ellenzékiek. Ott volt egy katonai pucs kísérlet, amit visszavert az Erdogan. Meg volt egy olyan is, hogy volt egy önkormányzati választás, amiben nyert az ellenzék, de megsemmisítette bírósággal az eredményt. Na mindegy, ott még keményebb ez a dolog, de mégis az ellenzéki jelölt az most eléggé vezet. Összeálltak végre. A kurdok meg ott, hogy a
egy bonyolultabb is helyzet, mert vannak a kurdok. Velük azért nem állt össze az ellenzék, hogy ők nem álltak össze, de hogy ők sem indítottak külön jelöltet, vagy valami ilyesmi van, és ezzel így szimbolikusan is azt mondták, hogy nekik elegük van nekik is ebből a rendszerből. Szóval nagyon érdekes, hogy mi lesz ennek a kimenetele, mert azt nehéz elképzelni, hogy Erdogan ezt csak úgy levonul, miután kiépítette ezt a rendszert, mert itt láthatóan még keményebb dolgokhoz is nyúlt eddig Erdogan, és egyelőre nem fújta le a választást, nem került senki börtönbe, bár már volt több ellenzéki jelölt, akit ellehetetlenítettek, volt, aki amiatt hol van, Mária, nem tudom kimondani ezt, ezt kérdezik. Imamoglu. Azonban első fokon börtönbüntetésre ítélték, amiért Bolondnak nevezte a választási tanács tagjait, így nem indulhat. Meg van, aki magától nem indul, ki tudja, hogy milyen fenyegetéseket kapott. Például az is tetszett, hogy nálunk is nagy az infláció, de a törökök teljesen szétszívták, mert 80% fölött van az infláció. Erdogan úgy kezelt, és ezt nem lehet teljesen függetlenni Erdogántól, mert ő például úgy kezelte az inflációt ott, hogy ugye ilyenkor kamat emelést ajánlanak, ugye a kamat emelni, ez ilyen bevett gazdasági módszer, amit nem tegnap találtak ki, hogy kamatot kell emelni, így működik a gazdaság, és akkor így lehet egy kicsit féken tartani az inflációt. Erdoganék úgy döntetek, hogy ők forradalmian kamatot csökkentenek, és hát sikerült? Nem sikerült. Óriási nagy infláció lett, úgyhogy ezt a forradalmi válságkezelés ez nem jött be. Közben ugye jött ez a földrengés, amit ugyanúgy nem kezeltek rendesen. Az is érdekes, hogy az Erdogan volt, aki legalizálta az építési engedély nélküli építéseket, amivel potenciálisan több ezer épület összedőléséhez járulhatott hozzá. Szóval ilyen szinten nem tudni, hogy mi lesz most, de szerintem nekünk is érdekes tanulságokkal szolgálhat, hogy egy ilyen rendszert hogyan lehet leváltani, és mivel próbálkozhatnak, hogyha nem akarják elfogadni a vereséget. Szóval ilyen szinten nem érdemes lesz figyelni a következő hónapokban Törökországra, mert nagyon sok tanulsága szolgált majd a jövőben, hogyha egyszer bárki úgy dönt, hogy az Orbán rendszert le akarja váltani, vagy hogy szeretne esélyt arra, hogy ez leváltódjon. Hát én viszont azt gondolom, Ádám, hogy várjuk ki a végét. Lehet, hogy azért az Erdogánnak is van még egy-két trükk a tarsajában. Ez is egy tanulság. Hát igen, szóval én szerintem most nem fogják leváltani, de hogyha igen, akkor viszont ebből szerintem ránk maximum annyi tanulságot lehet vonatkoztatni, hogy 20 év nagyjából. Jaj. Mert ő 20 évig volt ott hatalma, hogyha most idén leváltják. De akkor is, ez se biztos, mert ugye náluk is akkor ez kellett, hogy összeomoljon nem tudom hány ezer ház, hányan meghalljanak. Amúgy általában egy földrengés, mint ahogy a háború is, azt írták, hogy általában segíti is még a... Ugye amikor van egy ilyen tragédia, vagy egy ilyen fenyegető tényező, az általában a kormánypártot segíti, csak annyira balfaszul kezelték Erdoganék, hogy az egyszerűen feltűnt már mindenkinek. Hát jó, de az Orbánék is milyen balfaszul kezelik a háborús helyzetet, hogy mindenhol infláció volt, de, okay, nem ilyen. Az Orbánék most értem, de az az infláció az ugyanúgy benne hát van, de maga a háborús helyzeten még nincs nagyon mit kezelni, mert itt nincs háború. De ott az egy valós katasztrófa volt, rengetegen meghaltak benne, szóval most az Orbánék még könnyen ugatnak bármit, hogy legyen béke meg ilyenek, amikor közvetlenül itt még nálunk nincs háború, ami tényleg így látványosan emberéleteket követelne. Addig még lehet nagy szavakat használni. De ha már benne lennénk a háborúba, a bőrödön tapasztalnád közvetlenül, hogy milyen balfaszok. Amúgy az Erdogan is mondjuk a Szíriába ugye bevonultak a törökök, meg a kurdokkal is folyton ilyen polgárháborús helyzet van, úgyhogy ez is hozzájárul. Ráadásul, nem tudom, tehát, de hát hogyha most nálunk itt még lenne egy újabb ilyen vörösiszap katasztrófa, az se lenne feltétlenül olyan probléma, hogy itt az Orbánék ellen lázadozni kezdjen a nép. De lehet, hogy ezt is megtanulta például az Orbán, hogy a háború ellen kell lenni teljesen, és hogy biztos őnek is megfordult a fejében, hogy mi lenne, hogyha esetleg Kárpátalját visszakapnánk, de valószínűleg több, tehát kimérték, meg így megnézték, hogy máshol is többet ér, hogyha a béke mellett teszi le a voksát. Meg valószínűleg Kárpátalja nem biztos, hogy most Magyarországhoz akar csatlakozni. Teljes mértékben. De amúgy ez nekünk nem baj, hogy legalább békepárti az Orbán, és nem pedig azért akar háborúba menni, hogy a történelem könyvekben majd háborús miniszterelnökként honuljon be, ami tök jó. Ahelyett majd a harmadik világháborút kirobbantom. Na jó van, ki se tértünk még egy csomó izgalmas témára, de ilyen az a hét eleje, hogy nincs idő mindenre, de közben a héten valószínűleg kettő darab fókuszcsoport epizód is jön. Wow! Nagyon izgi lesz, és mind a kettőt nagyon várom. Epic témák. Holnap újra itt leszünk, úgyhogy reméljünk, hogy veletek is találkozunk. Iratkozzatok fel itt is, akár a Patreonon, akár az Instagramon, stb. Mit kell még mondani ilyenkor? Talán az, hogy holnap mi újra itt leszünk.
És ti? Ti itt lesztek? Ajánlom.